A keszthelyi tájvédelmi körzetet 1990-ben nyilvánították védetté. A 200 hektáros területet a Tisza, a Sajó, a Takta és a Holtisza fogja közre, illetve Keszthelyéten, Tiszalóc, Tiszadob és Takta kenéz. A mocsaras terület jellegét korábbi elhagyott folyómedrek Tisza, Takta határozzák meg. A fajgazdaság nem csak a ragadozó madarakra, de általánosságban is jellemző a keszthelyi tájvédelmi körzetre, annak növény- és állatvilágára. A ligeterdők, mocsárrétek, bokorfüzesek és nádasok vidékén a rendkívül gazdag madárvilág mellett sok más faj is él. Például a teljesség igénye nélkül említsünk meg néhányat: gém, kócsag, jégmadár, hőscincér, aranypettyes bábrabló, érdes futrinka, óriás csíkbogár, tőzegpáfrány, elegáns kosbor, margitvirág, villásás, fátyolos nőszirom.